A Mi Hazánk mozgalom ugye megbuktatta a végrehajtó maffiát. Ugye több éves munkánk, több éves végrehajtó kergetés van a hátunk mögött, az ügy felgöngyölítésében is szerepet játszottunk. Ezen kívül lebuktattuk az offshore hátterű követeléskezelőket, amely remekül mutatja, hogy nem másról szól ez az egész, csak az emberek lehúzásáról. Ahelyett, hogy a tisztesség vezérelné és az igazság ezt a szektort is. És már 2 éve is bejelentettük azt, hogy a végrehajtást igenis mielőbb non-profittá kell tenni. Ami azt jelenti, hogy újra állami kézbe kell, hogy kerüljenek a végrehajtók, és fix bért kell kapniuk. Ne lehessen azt megtenniük, hogy több százmillió éves forint bevételre tesznek szert a adósok meghúzásából. Egy politikai hatalmú szuperhatóság nem lehet megoldás erre a problémára, amit ugye a Fidesz az elmúlt időszakban létrehozott. De miért nem sikerült eddig senkinek sem eredményt elérni? Mert igazából mind a két nagy politikai tömnek érdeke fűződik hozzá, hogy ez a kizsákmányolásnak soha ne legyen vége, és a deviza megoldásra se legyen végleges hathatós megoldás. Ne legyünk naivak, hogy a balliberális szivárványkoalíció nem részese ennek az egész történetnek. Több évnyi kormányzás alatt sem piszkálták meg a végrehajtókat, sem a törvényeket, sem a követeléskezelőket, sem a bankokat, sem a közjegyzőket. Pedig mindehhez csak politikai akarat lenne szükséges. A Mi Hazánk mozgalom tud egyedül kiállni hitelesen és érintésmentesen a pénzügyi rendszer teljes megreformálásához. De igazából mit is várhatnánk olyan emberektől, akik azt a Magyar György ügyvédjét jelöltek meg igazságügyi reformért felelős embernek, akinek irodája több mint 500 000 000 forintot keresett a börtönbizniszen. Ő a balliberális oldal igazságügyi reformért felelős embere. Képzelhetjük, hogy milyen igazságügyi reformot vezethetne be a kormányzásuk alatt, akik a börtönbizniszen húztak hasznot. Azon már igazából meg sem lepődnék, hogyha ez a Magyar György ügyvéd esetleg valamelyik eljárás alá vont végrehajtót venni a palástja alá és védeni a hatóságok előtt. De mit tett a kormány párt az emberek kiposztásának megakadályozása céljából? Hangoztatják, hogy megoldották a deviza problémát, pedig az adósok még mind a mai napig visszafizethetetlen adósság spirálban szenvednek. A forintosítás, a nemzeti eszközkezelő program minden volt, csak megoldás nem a devizakárosultak ügyére. Ehelyett volt EBRD paktum, Trócsányi féle elválózálogjog és Varga Judit féle ójárverésekre vonatkozó szakaszolási törvénymódosítás, ami csak felgyorsította a végrehajtási eljárásokban folyó árveréseket. A járvány kellős közepén ráadásul a bankokat és a követeléskezelő cégeket szolgálta ki a magyar kormány. A Mi Hazánk követelte, hogy a felmondott követelésekre vonatkozólag is moratóriumot rendeljen el mielőbb a kormány, és biztosítani kellett volna, hogy a kizsákmányoló követeléskezelők és a bankok helyett a magyar emberek érdekét helyezzék előtérbe. Igen ám, de mint ahogy láthatjuk, eközben a kormány és a végrehajtó maffia feje dr. Sádör György ahelyett, hogy a problémákat látva megoldásokat eszközölt volna az embereknek, ehelyett egy kormányig érő korrupciót épített ki. Többek között Völner Jánossal, vélhetőleg Varga Judittal, Trócsányival és Rogán Antallal. És még ki tudja, hogy kikkel, amiben belebuktak. Nem volt az se véletlen, hogy a szuperhatóságot ilyen gyorsan meg kellett alkotni, már a terepet készítették vélhetőleg, hogy a végrehajtói vezetés működjön dr. Sádör György megbuktatása után is, és a teljesen politikai hatalom alá tegyék a végrehajtást. Komoly változás kell mielőbb a pénzügyi rendszerbe, a kifosztott emberek reformért kiáltanak. Én pedig vállalom azt, ahogy ezt eddig is tettem, hogy viszem tovább a kardot, és nem nyugszunk bele, amíg nem lesz végső megoldás az emberek problémáira.
Így a hadjáratunk itt nem állhat meg, folytatni fogjuk és el fogjuk számoltatni a kifosztás felelőseit, és felállni fognak az összes tönkretett honfitársunkért, mert felállni kell a tönkretett családok életéért is. Megállt kell parancsolni a magyar emberek népnyúzásának, amiből jelenleg a bankok után a végrehajtók profitálnak a legjobban. És ezt nem lehet másképp elérni, csak ha a végrehajtást non-profittá tesszük. És a követeléseink az alábbiak. Legyen mielőbb non-profit a végrehajtás, mivel semmi biztosíték nincs arra, hogy a végrehajtás jelenlegi formájában a korrupciót és a dr. Sádor György és Völner Pál által kirobbant esetekhez hasonló korrupciós melegágya lehet így is a jövőben a végrehajtás. Mielőbb emberséget és igazságot kell kieszközölni a végrehajtásban. Eddig ez semmilyen módon nem sikerült elérnie egyetlen egy kormánynak sem. Így be kell látniuk végre, hogy nincs más megoldás a profitéhes végrehajtó maffia felszámolására, csak ha elfogadják a Mi Hazánk mozgalom javaslatát, hogy újra non-profit legyen a végrehajtás. Azonnal függesszék fel a végrehajtásokat. Ennek érdekében egyedüli pártként határozati javaslatot nyújtottunk be a parlamentbe, hiszen a bűnszervezetben a vád szerint a kormány is érintett. Orbánék nem védték meg a hiteleseket, hanem még a legmagasabb szinteken is nyerészkedtek rajtuk. A szálak Völner Pál miniszter helyettesig nyúlnak, aki megbukott ebben az egész történetben. Törvény kell a követelés kezelő hiénákra, meg kell állítani a végrehajtáshoz kapcsolódó arcátlan üzletet. Ezért is követeljük, hogy a törvény kell a követeléskezelőkre, mivel ennek hiányosságnak a legnagyobb elszenvedője a magyar családok, akiket a követeléskezelő hiénák így kontrollálhatlanul kizsákmányolhatnak. Ezen kívül követeljük, hogy minden offshore hátterű vagy külföldön bejegyzett követeléskezelő működési engedélyét azonnal meg kell szüntetni. És az emberek kisemmizése ne lehessen egy jó üzlet számukra. El kell számoltatni a bankokat. Álláspontunk szerint a devizahitelezés bűncselekmény volt. A devizakárosultak ügyeiben fel kell függeszteni a végrehajtási eljárásokat. A kár teljes mértékét bankadó jogcímen kell áthárítani az érintett bankokra, és az adóból képzett pénzügyi alapot pedig biztosítaná a kártalanítását a károsultaknak. Legyen végleges megoldás a devizacsalásra, az uzsoraterror összes haszonélvezőjét el fogjuk számoltatni, és a devizaügyek teljes átvilágítását követeljük. Izlandi példát követve a banki vezetőket és a bankokat elszámoltatjuk, és a kártalanítást a csalás résztvevőivel fizettetjük meg. Felelősségre kell vonni ezen kívül a közjegyzőket is, és mielőtt... Hamarosan ők következnek. Mielőbbi módosítást kell kieszközölni a végrehajtási törvényre is, mivel ezeknek a legnagyobb elszenvedői a magyar családok, és a végrehajtók alkották meg ezeket a törvényeket még a 90-es évek elején, és nem a magyar emberek érdekeit nézték. Egy pár ilyen feltevést említenék még meg. Egyféle végrehajtói becsértéket kell meghatározni a végrehajtási eljárások folyamán. Mivel jelenleg kétféle becsértéket határozhat meg a végrehajtó, ami akár azt jelenti, hogy 50%-án a valódi értékének lehet elárverezni az ingatlanokat, hogyha lakottként tudja a végrehajtó ezt foganatosítani. Ezzel ugye nagy mértékben csökkennek a ingatlan vértelárak, ráadásul nem, hogy a adósnak nem jó, de még a követelés kérőnek sem jó, mert nem csökken a tartozása, és ezzel pedig csak az ingatlan maffiát és a végrehajtó maffiát erősítik, hogy minél nyomott áron tudják ezeket az ingatlanokat értékesíteni, ahelyett, hogy az emberek érdekeit vennék végre figyelembe. Ne semmizhessék ki a népnyúzó végrehajtók az embereket.
A Mi Hazánk mozgalom álláspontja pedig az, hogy meg kell reformálni még a letiltásokra és inkasszálósokra vonatkozó szabályokat mielőbb, hogy az adósság rendezése ne kisemmizése legyen a népnyúzó végrehajtó kezében. Ezért a reform keretében kezdeményezzük, hogy a letiltások lehetséges maximális mértékét csökkentsék olyan ügyekre vonatkozólag, amelyek mögött pénzügyi intézet szerződése áll, és nyugdíjak esetében, illetve inkasszálni pedig csak is meghatározott összeg felett lehessen csak. Ne fordulhasson elő, mert rengeteg panasz, illetve észrevétel érkezik be hozzám minden nap, hogy az adósnak letiltása van a végrehajtási eljárásban, de mégis 1000-2000 vagy pár száz forintot kap ki egyébként, mert a végrehajtó inkasszálta a számláját, és ennek következtében teljes egészében az emberi méltósághoz való jogát és a megélhetéshez való jogát is eltörli, eltapossa a végrehajtó. Ezen mielőbb változtatni kell. Elég a kizsákmányoló pénzügyi rendszerből. Elég a végrehajtók jelenlegi korrupt és profitorientált működéséből, tevékenységéből. Valódi felelősségre vonást követelünk. Völner, Varga, Trócsányi, Rogán teljes körű vizsgálatát és felelősségre vonását az elmúlt években elkövetett embertelen tettekért. Fel a győzelemre, és köszönöm szépen a figyelmet!